A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő foglalkoztatók standjai töltötték be a Continental Arena küzdő terét kedden. Képviseltette magát több műszaki nagyvállalat, a bankszektor, de például a Magyar Honvédség is bemutatta az érdeklődőknek a katonaságban rejlő lehetőségeket. A gumiipar egyik jelentős szereplője, a Michelin Hungária Kft. Is várta az érdeklődőket. A nyíregyházi gyár igazgatója azt mondta, számos területen tudnak alkalmazni munkavállalókat. Két kollégával jöttünk, az egyikük a képzésnek az irányítója, a másik kolléganőnk pedig annak a duális képzésnek a felelős, amit ebben az évben kezdtünk el, amikor szakiskolában dolgozó diákoknak a duális képzését végezzük. Hogy milyen igény mutatkozik, mi leginkább betanított munkára keresünk, legalább középfokú végzettségű embereket, és ezen belül van néhány speciális terület, mondjuk a karbantartást tudnám megemlíteni, vagy például a targonca vezetőket. Az állásbörze elsősorban a fiatalokat, közülük is legfőképpen a szakképzésben végző diákokat és a felsőoktatás frissen diplomázott álláskeresőit célozta meg. Tavaly a fokozódó járványhelyzet nem engedte, hogy megrendezzék az eseményt. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, a pandémia ellenére is az látszik, hogy a munkanélküliség csökken, a munkaerő hiány viszont egyre inkább érezteti hatását. Azt gondolom, hogy érdemes ide kijönni és körülnézni az állásajánlatok között, hiszen kettőség jellemzi a megye munkaerőpiacát. Még mindig van viszonylag nagy számú álláskereső, ugye elsősorban képzetlenekről van szó és idősekről, ugyanakkor viszont nagy számú állásajánlat is van, munkaerő hiány van bizonyos területeken és bizonyos régiókban. Az a célunk mindenféleképpen, hogy ezt oldjuk, ezt a feszültséget, hogy olyan munkahelyeket teremtsünk a megyei önkormányzati sajátos eszközeivel, állami programok segítségével, akik vonzóak lehetnek a fiataloknak, és a képzettség révén ez a két terület, ez a két partner egymásra találhat. A rendezvényen elhangzott, az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 10 milliárd forintot fordítottak a foglalkoztatási paktum kidolgozására, amivel több tízezer új munkahelyet sikerült létrehozni. Mindehhez szükség volt a szakképzés és a felsőoktatás összehangolására, valamint a vállalatok duális képzéseire. A cél továbbra is az, hogy minél többen dolgozzanak helyben a megye fiatal munkavállalói közül.